Ezt azért tudod elolvasni, mert megtanítottak rá a tanáraid. Állt egy tiltakozó táblán a Vörösmarty gimnázium bejáratánál. Egy másikon pedig az volt olvasható, hogy a változásért tenni kell. A középiskola körülbelül 20 tanulója csatlakozott a diákok a tanáraikért csoport felhívásához, és éjszaka együtt virasztottak az iskola épületében a tanáraik jogaiért. De nem csak a diákok tiltakoztak, a Tanítanék Mozgalom polgári engedetlenséget hirdetett. Ettől a héttől kezdve úgynevezett gördülő engedetlenséget javasolnak, amelynek a lényege, hogy hetente egy meghatározott napon ne vegyék fel a munkát a pedagógusok. Az iskola állapota az a baj. Többek között ez is olvasható a budapesti Kölcsey gimnázium bejáratánál. Tanár vagyok, a munkámból szeretnék megélni. Ilyen és ehhez hasonló üzeneteket tartott a kezében a polgári engedetlenséghez csatlakozó több mint 20 tanár, akik flashmobot is szerveztek a Nyugati térre. A tiltakozás szimbólumává vált kockásing a miskolci Herman Otto gimnáziumban is előkerült, itt 37 tanár csatlakozott a tiltakozókhoz. A stúdióban Barkóczi Balázs, jó reggelt kívánok, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. Összesében hogyan látja ezt a helyzetet Barkóczi úr, és egy kicsit nézzük a számokat is, puskázok, ugye 2180 köznevelési intézmény van Magyarországon, és 10 iskolában volt ilyen engedetlenségi megmozdulás. Hát ugye minden két szakszervezet gördülő polgári engedetlenséget, illetve sztrájkot hirdetett, úgyhogy én remélem, hogy minél többen fognak hozzájuk csatlakozni, ahogyan azt is remélem, hogy Maruzsa Zoltán egészen elképesztő levele nem riasztja el a diákokat, hanem igenis ki fognak állni a pedagógusok mellett, ki fognak állni a jövő oktatása mellett, hiszen egészen elképesztő az, hogy a pedagógus béreket, és ez szintén a szakszervezet levelében is szerepel, még mindig a 2014-es minimálbérhez viszonyítva számítják ki, ami azt jelenti, hogy egy kezdő pedagógusnak egészen 16.300 forinttal kellene kiegészíteni minden egyes hónapban a fizetését ahhoz, hogy elérje a garantált bérminimumot, és benne van az is, hogy a teljesen megbukott pedagógus életpálya modell miatt elképzelhető, hogy 14 évig nem változik ennek a pedagógusnak a fizetése, marad ugyanazon a szinten. Tehát ahogy Arató László is válaszolt a Magyar Tanárok Egyesületének vezetője Maruzsa Zoltán levelére, nem az alázza meg a tanárokat, vagy nem az fogja motiválni, vagy biztatni a diákokat valami fajta jogszabály megszegésére. Ilyenről egyébként nincs szó, mindenkinek joga van sztrájkolni, ezt a kúria is kimondta, emlékezzünk rá, amikor januárban szintén polgári engedetlenségi mozgalmat hirdettek. Bár ugye az emmi azt mondta, ő is tett egy állásfogás, hogy ilyen fajta jogi lehetőség nincs. Mármint ez az engedetlenség. Akkor hagyj idézzem Arató Lászlót, tehát a tanárokat nem ez alázza meg, hanem a hihetetlenül alacsony fizetések, és az, hogy úgy változgattatják meg a sztrájk szabályzatot a Fidesz kormány, ahogy kényekedve tartja. Azt azért még visszakanyarodva, aztán beszéljünk persze most a fizetésekről, a körülményekről, és arról, hogy az oktatásnak milyen helyzetben kellene lenni ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen, vagy helyek közel elégedett legyen. De körülbelül ön hogyan látja a Demokratikus Koalíció politikusaként, hogy milyen tanévre kell felkészülnie a kormányzatnak, a pedagógusoknak, illetve a diákoknak? Azt hiszem, ez lesz hosszú idő óta az egyik legnehezebb tanév, mégpedig több minden okból is. Egyrészt tudjuk, hogy a rezsicsökkentés eltörlésével brutálisan meg fognak emelkedni a közüzemi számláknak a díjai, az árai, mégpedig a közoktatási intézményeknek az energetikai korszerűsítése, de ugyanígy az egyetemen az elmúlt 12 évben elmaradt. Tehát egy olyan tanévre kell felkészülni, és erre egyébként a tanév rendje lehetőséget is ad, ezt nem tagadta a nem létező oktatási kormányzat sem, mert ugye különálló oktatási minisztérium most nincs, tehát államtitkári szinten sem tagadták, hogy szénszünetekre kell felkészülni a közoktatási intézményekben is. Ugye tudjuk, hogy van olyan nem állami fenntartású intézmény Győr-Szent Iványban, amely azt mondta, hogy 6 hetes munkahetet, vagy 6 napos munkahetet hirdet, hogy télen minél tovább tudja otthon tartani a gyerekeket, tehát ne kelljen kifűteni az iskolákat. Csendben jegyzem meg, hogy a szülőknek, hogyha alsós gyerekekről van szó, majd szintén otthon kell maradniuk a felügyelettel, tehát
így pedig a lakások rezsijára fog megemelkedni, nyilvánvalóan erről nem a pedagógusok tehetnek, erről Orbán Viktor tehet. Másrészt pedig, hogyha pedagógus bérekről beszélünk, azt a kormány is elismerte az Európai Bizottságnak küldött dokumentumban, hogy a magyar pedagógusok bére a diplomás átlagbérnek a 63%-a, ez az OECD átlag szerint 80%, és ami ennél is vérlázítóbb, az az, amit egyébként a pedagógusok szakszervezete és a PDS is elmond, hogy nincsen fedezett a jövő évi költségvetésben a pedagógus béremelésre. A kormány azokra az uniós pénzekre számít, amit a kormányzati korrupció miatt, tehát miattuk. Gulyás Gergely is megszólalt ugye a pedagógusok bérrendezésével kapcsolatban, és ő ugye úgy fogalmazott, hogy 2027-re el fogja érni a bruttó 8000 forintos fizetést a pedagógusoknak a bére. Ha megkapjuk az uniótól a helyreállítást. Így van, amiért ugye most nagyon nagy csaták zajlanak, bízunk benne, hogy ez meg lesz. De önmagában, ugye most csak arra akartam kiukadni, hogy ugye most 2022-t írunk, 2022 meg 27 között pont 5 év van, hogyha jól számolom, hogy vajon a pedagógusokban ön szerint, politikus szerint lesz-e annyi kitartás, annyi erő, a szakma iránti szeretet, hogy ezt az időt megvárják, kivárják. Az elköteleződésre és a szakma iránti szeretetre nem kapni kenyeret a boltban. Tehát ezt a pedagógusok is elmondják, végső elkeseredésükben folyamodnak egy olyan eszközhöz, mint a munkabeszüntetés, illetve a polgári engedetlenség. Most, ahogy jöttem be a stúdióba, elolvastam egy több éve tanító kollégának a belekészült interjút, amiben elmondja, hogy emelés után kapott 180 000 forintot készhez. Tehát nincs miért várni, és nincs hova várni, cselekedni kell, de nem látjuk a cselekvést a kormány részéről. Tehát az, amikor Van, hogyha azt nézik, hogy a tárgyalások ugye az unióval folyamatosak, folytatólagosak, hogy ezek a pénzek 2023-as költségvetés, ami eleve 371 forintos euró árfolyammal számolt, tehát már egy hazugság. Ezért mondtuk mi azt, hogy az egész költségvetés úgy kuka, ahogy van, hiszen nem viszonyul a valós viszonyokhoz, jóval 400 forint fölött van az euró. Amikor a 2023-as költségvetésben a GDP arányosan 3,4%-ot szánnak az oktatásra, ami köszönő viszonyban sincs az uniós átlaggal, akkor nem lehet arra számítani, hogy itt bármi meg fog változni, ígéretek vannak, fenyegetés van Maruzsa részéről, ígéret van Gulyás részéről, csak azt felejtik el, hogy a pedagógus béremelés még mindig nem tervezték bele a jövő évi költségvetésbe, az uniós pénzekre számítanak, amit még egyszer szeretnék hangsúlyozni, pont azért nem jön, mert ők ellopták. És ugye pont azért fog jönni a kormányzat álláspontja szerint, mert például ez a korrupció ellenes hivatal is létre fog jönni, ugye erről is szeretném majd kikérni az ön véleményét és álláspontját, mert ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban, egy évben, két évben ez egy ilyen visszatérő, folyamatos kritika volt az ellenzék részéről, hogy a magyar kormány részéről semmilyen hozzáállás nincs ez, hogy a folyamatokat, közbeszerzéseket bárki kontrollálja, ellenőrizze. Így most elismerik a kormányzat tevékenységét, hogy önmagukat is ellenőrizni fogják ezzel a korrupciós hivatala? Azt írták ugye, hogy ez egy független bizottság, egy független grénum lesz, hát félek tőle, hogy annyira lesz független, mint amennyire a Fidesz keresztény és konzervatív. Nem bizottságokat kell létrehozni, hanem azt a pénzt nem kellett volna ellopni, ami eddig jött Magyarországra. De egyébként vegyük észre, hogy működik maga Orbán Viktor is. Amikor egy általa csak a fejében elképzelt ellenséggel, Brüsszellel, a migránsokkal, vagy Soros Györggyel kell harcolni, akkor az egész propagandagépezetet fel tudja sorakoztatni maga mögé. Nagyon nagy ívű beszédeket tud mondani, amiknek se eleje, se alja, ebben már belekeveredik a fajelmélettől elkezdve nagyon sok minden. Amikor kint van Brüsszelben, akkor mindent megszavaz, ugyanígy megszavazta a szankciókat, és senkinek ne legyen kétsége, majd hazajön, és tovább folytatja azt a lopást a saját oligarcháival és haverjaival, amitől nem jön ez az uniós pénz. Tehát legyen mindenki számára világos, Magyarországon egy hosszú és elhúzódó válságra kell számítani, erkölcsi válság van, gazdasági válság van, egészségügyi, oktatási, szociális válság van, ennek a válságnak a felelőse Orbán Viktor, és amíg Orbán Viktor marad, addig marad a válság is. Igen, viszont annak készülnek. Mi pedig készülünk, így van. Igen. Most kérdeztem volna persze erről is, de már nincs erre időnk, de majd legközelebb. Már hogyan látja a készülést. Jó, megyünk tovább, mert hogy bezárás, köszönöm szépen, hogy itt volt.